Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, ámen. Kedves testvérem, február 8-a van, hétfő, Emilianus Szent Jeromos napja, illetve érdekes módon ezen napon még Bakita Szent Józsefina Margit Fortunata szűzet is köszöntjük. Tehát őre egy pár gondolatot, mert ő mindenképp új a szentek közösségében, Nilában, Szudánban született 1869-ben, és Szióban 1947. február 8-án hunyt el. Józsefina az élő, előkelő dagyú nép egyik jómódú családjában született. 7 vagy 9 éves korában arab rabszolgakereskedők fogságába esett. A 600 mérföldes gyalogút végére kétszer is eladták. 12 év alatt 3 gazdája volt. Az átélt traumák miatt elfelejtette nevét, arab és török gazdán sok verést és kínzást szenvedett. A magdi felkelők miatti fenyegetés elől török gazda elhatározta visszatelepedését szülőföldjére. Bakitát Kartumban eladták Kalisztró Lenyáni olasz alkonzulnak, aki emberségesen bánt vele. 1884-ben a konzul visszaköltött Olaszországba, magához vitte Bakitát is. Genovában Bakita új gazdákat kapott, a család különböző gazdasági problémái idejére a velencei Kanonisziánus nővérekre bízták. Mikor tulajdonosan magukkal akarták vinni, az olasz bíróság döntése miatt, valamint a megváltozott szudáni törvények értelmezése miatt már nem számított rabszolgának, így 1890. január 9-ig részesült a beavató szentségekbe Giuseppe Sarto, a későbbi Szent Tizedik pápa kezéből. 1896-ban ugyancsak Sarto bíboros kezébe tette le örökfogadalmát, kedvesése és újsága miatt a siójak és vecenziaiak, mint fekete nővérke anya néven emlegették őt. 16. Benedek a Spes Salvi kezdetű encikliákon Szent Józsefinát, mint a keresztény még kiemelkedő példát állított az egyház elé. Izgalmas tényleg akkor, amikor a szentek közösségére van szó, és akkor, amikor tényleg újabbak és újabbak kirajzolódnak számukra és példát adnak, mindenképp Szent Bakita Józsefina ilyen szempontból izgalmas személyiség. A mai napon az Evangélium Szent Márk könyvek a részlete, a 6. fejezet 53. mondatától az 56. mondatig. Jézus és apostolai egyszer áthajóztak a Genezáreti tó túlsó partjára, és ott kikötöttek. Amint kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön fölismerték Jézust, bejárták az egész környéket, és a betegeket hordágyon odavitték, ahol a hír szerint Jézus tartózkodott. Amerre csak járt, a falvakban, a városokban és a tanyákon is kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megintette, meggyógyult. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérem, az evangéliumon betegek gyógyításáról hallottunk. Jézus és apostolai egyszer áthoztak a Genezáreti tó túlsó partjára, és ott kikötöttek. Jézus, aki új irányt szab a dolgokba, és őt követik. Az, hogy a tavon tényleg mondhatnám ide-oda járnak, talán nem meglepő, de adott, hogy Jézus többször is beszél, már máshol kell hirdetnem Isten országának örömhírét. Az, hogy az emberek rögtön fölismerték Jézust, ez elgondolkodtató. Valójában fölismerjük-e mi Jézust? Én azt gondolom, a mai világban annyira frusztráltak vagyunk, és annyira mondhatnám, tényleg rohanunk, hogy mintha Jézus fölismerése elmaradna az életünkben. A lehetőség ott van tényleg a Szentírásban, az evangéliumban, ott van a szentmisében, az oltári szentségben, a szentségekben, és azt érzi az ember, mintha távolságot vennénk fel a dolgokba. Templomban is azt érzékem, persze most a Covid miatt is adódik, hogy az emberek is egy távolságot vesznek fel egymástól, de az oltártól is, mint a távolságot vennének föl. Mindig szólni kell a híveknek, hogy tessék előbbre jönni, közelebb jönni. Miért is már ez a távolságtartás? Egyfelől valahol az ember érzi saját bűnösségét, illetve valahol ott a fölismerés a transzcendensnek, hogy nem vagyok méltó, hogy igazán közébe esek, nem vagyok méltó arra, hogy igazán magamhoz vezessem. De ha nem vagyok méltó, akkor igazán a bűnök bocsánatát, szentgyónást kell kérnem, törekednem kell, hogy tényleg hozzájárulhassak. Fölismerték Jézust. Kérdés, hogy én legutóbb hol ismertem fel őt, miben láttam meg.
persze adódik az evangéliumban. Számomra például a legutóbb nagyon érdekes módon az ökumenikus imahét volt az, ami tényleg nagyon kézzel fogható módon közelebb hozta Jézus Krisztus szemét a testvérek lelkészek révén. Olyan jó volt közösségben együtt lenni. De mindenképp egy papi közösségem, és ott is fölismerem pont az egységben, abban a hitben, reményben, szeretetben az egyház közvetít számunkra. De érdekes módon fölismerem pont abban, akik egyetemisták is ott laknak a plébánián, és én azt gondolom velük való közösségben, akkor, amikor együtt játszunk, amikor együtt imádkozunk, akkor, amikor együtt elmélkedünk, adódik, hogy valamiképpen Jézus Krisztus jelenik meg. Ő maga azt mondja, hogy ketten-hárman összegyűltök az én nevemben, jelen vagyok én is. Fontos, hogy tényleg mögé kérdezünk a dolgoknak. A betegeket hordágyon oda vitték. Érdekes kérdés ez is, hogy mire inspirál minket az evangélium. Én azt gondolom, mindenképp Jézus kell szemlélni, figyelni kell rá az ő cselekedetére, figyelni az ő tanítására. A másik, amit elhív, és itt konkrétan talán pont ez a mondat is ott van, hogy a betegek ügyét Jézus elé vinni. Persze fiatalokkal, idősebbek és beszélgetünk, mindig ott van az ima szándék. Az idősebbek elég gyorsan ráéreznek, és mindig ott vannak a betegek. Fiataloknak csak úgy kérdezni, mondani kell, van a családban beteg? Persze, nagyszülő, dédszülő, sok mindenki más. Fontos, hogy hidőnkben, reményünkben, szeretetünkben a Jóisten Jézus elé vigyük betegeink ügyét. Adódik persze a járvány, még inkább sokszorodik, még több talán ilyen szempontból a beteg. Ha nem is tudok közvetlenül segíteni a másiknak, legalább azzal segítsen, hogy a Jóisten szín elé vigyem. És a történet után folytatódik, és ugye kivitték a betegeket a telekre, legalább a ruhája szegényt érinthessék. Ismerős igazán ez a mondat a Szentírás másik történetében, evangéliumban, amikor egy vérfolyásos asszony törekszik arra, hogy Jézust megérinthesse. Igazán az ő hitüket, reményüket, szeretetüket jelzi, ami Jézus iránt megnyilvánul. Ez a mustármagnyi hit, legalább ruhák szegét érinthessem, aki csak megint meggyógyult. Mire hív az Isten, mire tanít? Mindenképp tényleg az, hogy Jézus magát szemlélt, őt hallgassuk, keressük a Szentírásba, a Szentmisébe, persze a betegek ügyét vigyük ő eléje, de mindenképp, amire hív szerintem, ez a törekvés a lelki gyógyulásra. Persze mi azt mondjuk, hogy én nem vagyok beteg, egészséges vagyok, főként a fiatalok közt, és az ember érzi azért, hogy ha magunkba szállunk, akkor, amikor a Szentírás, az evangélium betegségekről beszél, érezzük át, hogy a bűn betegse leprájában vagyunk mi is. Akkor, amikor saját akaratunkkal nem azt tesszük, amit szeretnénk, nem olyan a lélek hív. Rászunk Isten gyógyító szeretetére, mi is betegek vagyunk. De legalább találkozhassak vele. Egy belső vágy alakuljon ki, törekedjek a lelki gyógyulásra. A Szentírásban akkor, amikor legvég azt mondta, hogy csak megintette, meggyógyult, érdekes módon maga az eredeti szöveg jelentése nem csak, hogy meggyógyult, de üdvözültek is. Egy érdekes szójáték van benne. A mi gyógyulásunk Jézus Krisztusban van, akkor, amikor tényleg magunk üdvösségre juthatunk, ha olyan hittel, reményel, szeretettel élünk. Mit is kívánhatnék a Jóisten a hétköznapokban, tényleg őt szemléljük, őrá figyeljük, őt hallgassuk. A Jóisten a dolgaink közepette, betegenkről sose feledkezzünk meg. A Jóisten, hogy tényleg lelki gyógyulásunkat benne találjuk meg. A Jóisten a bűnbocsánat szentségét magunkra véve, hitben, reményben, szeretetben elöljárjunk. A Jóisten egykor Isten szent színe látása együtt örvendezhessünk Krisztus, ami urunk által. Ámen.